Ennek a felvételnek az a címe, hogy a bűn fogalmának a leleplezése, vagy valamihez hasonló. Majd meglátjuk a végén, hogy mi lesz a címe. De a lényeg az, hogy a lélek a szívünkre helyezte, hogy picit segítsünk embertársainknak megérteni a bűn fogalmát, és az embereknek a bűn fogalmához való viszonyulását, mondjam azt, hogy igencsak görcsös, meg ellenszenves viszonyulását. Többször beszéltünk már arról, hogy a világunkban jelen van egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen fogalmi perverzió. Tehát minden fogalom, minden nyelvben eltorzul, más értelmet, más jelentést kap, és ennek következtében üressé, tartalmatlanná, erőtlenné válik nagyon sok fogalom, nagyon sok fontos fogalom, mint például a bűn is. Többször találkoztam a jelenséggel, hát elsősorban magamban találkoztam a jelenséggel, és nyilván embertársaim személyében is többször megfigyeltem, felfedeztem ezt a jelenséget, hogy olyan negatívan és óriási ellenszenvvel viszonyulunk ahhoz a fogalomhoz, hogy bűn. Nem akarjuk belátni, hogy bűnösök vagyunk. És úgy valamelyest, hogy sikerült megérteni, hogy ez az ellenszenv, ami van az emberekben a bűn fogalmával szemben, nem mindig abból származik, hogy az ember nem akarja belátni azt, hogy ő bűnös, hanem van, amikor abból származik ez az ellenszenv, hogy amikor az ember azt a szót hallja, hogy bűn, akkor azt ő rögtön asszociálja avval a bizonyos középkori római katolikus inkvizitor lelkülettel, drága barátaim. Úgy gondolom, hogy nagyon kényes és ugyanakkor nagyon fontos téma ez. Muszáj megértsük a bűn fogalmát. Muszáj megértsük azt, hogy a bűn fogalma is mennyire el van torzulva, torzítva, és olyan fölösleges ellenszenveket szül az emberben, az emberekben, egyébként a bűnös emberekben, amelyek elszakítják őket az igazság megismerésének a lehetőségétől, drága barátaim. Azt az ellenszenvet én is éreztem, amikor találkoztam a bűn fogalmával. Ezért is döntöttem úgy, hogy szerintem nincsen bűn a világban. Hát persze úgy nem akartam bűnös lenni, mint ahogy a középkori római katolikus inkvizitorok rámondták mindenkire, hogy bűnös is végezték ki. Olyan személyeket is nyilván, akik egyébként Isten szerető és igazság szerető emberek voltak. A bűn fogalma, mint tudjuk, ugye azt jelenti, hogy vétek, vétkezés. És vannak emberek, akik szépen megmagyarázták ezt, hogy a vétkezés azt jelenti, hogy elvéteni a célt, amikor valaki célba akar lőni, és elvéti a célt, ugye akkor vétkezett, elvétett az igazság útját, letért az igazság útjáról, letért az igazság az életnek a keskeny ösvényéről, és rátért ugye azzal párhuzamosan a hazugság széles útjára. Tehát a bűn az nem más, mint a tudatlanság következtében megszülető ártalom önmagunkkal szemben, embertársainkkal szemben, a mindenható Istennel szemben. Ez a bűn, drága barátaim. És én megértem azt, hogy nagyon sokan ellenszenvet éreznek a bűn fogalma iránt, mert én is voltam ebben az állapotban, teljes mértékben együtt érzek én velük.
Ettől függetlenül ki kell mondani azt, hogy van bűn a világban, van ártalom a világban, van ártás a világban, ami a megtévesztésből származik, a világ hazugságaiból származik, amit mi szépen bekajálhatunk. És mi is úgymond tolvajokká, ártó emberekké váltunk, sokszor annélkül, hogy tudtunk volna róla. Tehát nem tudtuk, hogy milyen károkat okozunk embertársaink szívében, az élet rendjében, és a mi magunk szívében is. Mit akartál mondani? Hát, hogy a bűn akkor nyeri el igazán a súlyát, tudatlanságból is, hogyha elkövessük a cselekedeteket, a helytelen cselekedeteket, az is bűn, de akkor válik igazán bűnni, amikor az ember hallja az igazságot, és még annak ellen is elfordítja a fejét, és él úgy tovább, ahogy ő tovább, ahogy az előtt élt. És akkor lesz igazán a bűn. Akkor már kimondanám azt, hogy tényleg bűn. Mikor az ember makacsan ragaszkodik az életéhez, ahogy korábban élt, a tudatlanságában, ami a bűnhöz vitte a bűnöknek a megcselekvéséhez. Igen, tehát hallja az ember az igazságot, hall arról, hogy van lehetősége megigazulni, megtisztulni, megszabadulni a hibáitól, a vétkeitől, de mégsem él a lehetőséggel, hanem elfordul, és tovább megy a saját feje után, és még többet halmoz, még több adósságot halmoz. Ugye, és akkor az ilyen ember ugye egy idő után elveszíti a kegyelmet, és egy olyan fájdalomban lesz rész, amire talán nem számított, vagy pedig ami meg fogja majd őt törni és gyötörni. Tehát nem ragaszkodom én ahhoz, hogy mindenki bűnnek nevezze a bűnt, amúgy az létezik. Hogyha valakinek úgy tetszik, hogy az ember vétkezik, ugye, mert vétkes, elvétette a célt. Miért vétette a célt? Azért, mert becsapták őt. Hagyta magát becsapni. Miért hagyta magát becsapni? Azért, mert nem tudta magát megvédeni. Miért nem tudta magát megvédeni? Azért, mert nem ismerte az igazságot. Nem ismerte azt az igazságot, amit az Úristen tényleg kijelentett számunkra Jézusban, hogy mi azt megismerjük és szabadokká váljunk általa. A bűnök terhétől, a vétkeink, a hibáink, a tévedéseink, a saját hazugságaink terhétől és azok következményétől, a fizikai és lelki fájdalmaktól. Tehát, amikor a bűnről beszélünk, akkor szeretném hangsúlyozni, hogy nem abból a középkori katolikus inkvizitori lelkületből beszélünk, hanem tényleg féltő szeretettel, és úgy szólunk, mint akik mi is beismertük, beláttuk azt, hogy bűnben voltunk, be voltunk csapva, meg voltunk tévesztve, ezért vétkeztünk az igazság ellen, az életrendje ellen, magunk ellen, embertársaink ellen. Tehát mi így szólunk a bűnről, és szeretnénk, hogy minél többen megértsék, hogy semmiképp nem rossz indulatból, rossz szándékból fakad ezek a beszélgetések, ezek a elmélkedések, hanem féltésből, abból az őszinte vágyból, hogy minél több ember megismerje Isten kegyelmét, Krisztust, és az ő ismeretében, az ő ismerete általi szabadulást, mert az tényleg felemelő érzés. Úgy igazából akkor jön rá az ember, hogy tényleg bűnben élt az életét, tévedésben élt az életét, hazugságban élt az életét, amikor megismerte az igazságot és a szabadság finom ízét. Akkor jön rá arra, ugye igazából, hogy az utóbbi állapot összehasonlíthatatlan, összemérhetetlen az elsővel. Tehát ég és föld a különbség. Legtöbb ember gyakorlatilag, aki ugye benne van még mindig a világban, a világi paradigmában, sajnos hozzá szokott ahhoz, és azt kezeli normálisnak, azt hiszi normálisnak, ami amúgy abnormális. Azt hiszi igaznak, ami nem igaz, ami igazságtalan. És ami igazságtalan, ugye, ami igazsághiányos, az élettelen, élethiányos, és tele van ugye szenvedéssel, meg fájdalmakkal. Remélem, hogy érthetően tudtunk fogalmazni a bűnfogalmát illetően, és valaki használt veszi ezeknek a gondolatoknak. Isten áldja mindenkit, sziasztok!